Mindent tudni akar, amit a frissesség mestereitől tanultam. Praktikus tanácsok mesterfokon. A mai leckénk a fűszeres tarja. Ezt a magyaros ízvilágú pácolt tarját nyugodtan nevezhetnénk akár gyors kajának is, csak az túl jó. Csak gondolj bele, megúszod az előkészítés, szeletelést, pácolást, csak kibontod, és van mehet a serpenyőbe. De sokan tartanak a tarjától, mert nagyon zsíros, ezért ezen is látom itt a nagy zsírportokat. Valóban a tarja a sertés egyik legzsírosabb része, tehát ez úgy jó, ahogy van. Ez egy szaftos húsrész, kisül belőle sütés közben a zsír nagy része, illetve hát azért az fontos dolog, hogy a zsír azért egy ízhordozó elem is. Akkor süssük is ki. Fogjuk hozzá. Palacsint.